A videót a notbook.hu támogatta. Na hát, szavaztok srácok, itt vagyunk a következő RP videónkban. Bizonyám. Ha jó szórakozást, nem akarok semmit spoilerezni, na. Ezen felül pedig van egy új Jeep-es videó a főcsatornámon, úgyhogy ha esetleg azt nem láttátok volna, bedobom ide a leírásba a linkjét, úgyhogy csekkoljatok, reálja. Na, jó szórakozást és lájkokat ne felejtsetek el dobálni majd, ha tetszik. Na, hát itt várakozunk. Amúgy ott az a baj, ki van jól szedni, úgy fejbe foglak lőni, mint a szar. Igazad van. Egyébként vannak ezek városba. Azt meg. Civilek azt mondták, hogy igen. Ó, bazd meg. Az jó úgy. Tudom. És mi van, ha most szednek valamit, vagy éppen craftolnak? Nem hiszem, hogy készítenének bármit. Hát, azaz. Köszönöm szépen. Nem van ezt magad egy kis elesdéptől, így érezte, így csomtad magad. Hirtelen elkönnyültek a lábaim. Hogy átfussak oda a kukákhoz? Oda előre? Aha, mert akkor mindkét oldalon vagyunk, meg én ott. Oké, jó. Szerintetek ez a két autó az övéké lehet? Nagyon jó kérdés. Jó kérdés. Ja, és a legjobb kérdés. Biztos, hogy itt laktak? Nem csak így itt voltak akkor pont? Hát figyelj, ki tudja. Hát hogyha voltak is itt valamiért, akkor biztos fognak még ide jönni. Hát azzal jobban járunk, ha keresgéljük őket. Azt mondod? Hát, most meddig akarunk itt várni, ülni a seggünkkel? Na hát akkor pattanjunk kocsiba, meg motorra. És gondolj bele, hát most... Többre menjünk azzal, hogy mászkálunk addig is. Lehet, ha meg nem, akkor meg visszajövünk később ide. Lehet, hogy fosztogatnak valahol megint. Szokás, szívem. Szeretem képzelni. Ja, gyűltetek fel a motorra, ja. Ott egy motor! Ott volt. Az bloodzes. Igen, az piros volt. Hát akkor vissza, nem? Berontunk hozzájuk. Most kanyarodok be! Berontunk hozzájuk. Kocsi van? Hát igen. Ja. Na jaj, srácok. Most okosan. Várja, lehet itt megy kint. Ja, ez egy biciklis. Mehetünk be. Ez anyja picsáját. Bent vannak. Csak miért kellett megdarálni? Egy ember lábon lőtt, az bőven elég lett volna. Kinyírta. Hát valaki kinyírta. Édes faszom. Mindegy, már ebben a port egyenem, azt elveszem tőle az övét. Megöltétek a picsába? Figyeljétek, nehogy jöjjön még egy. Menjetek arrébb. Jó kérdés. Tudja, hogy lesznek még. Ha egy van, itt akkor több is van. Melyik motor volt az övé, amik a két kocsi közt áll? Igen. És besezálta. Én körözök egy kicsit itt az épület körül, hogy megjelenjen még egy.
Nézelődünk mi is, ám srácok, csak ilyenkor olyan nehéz megszólalni. Jó van, de megy már arra Vincent, úgyhogy inkább visszasétálunk, ha már gyalog vagyunk. Inkább kijövünk ide, mert mindenki nagyon ott van. Itt egy autó, most ment el. Most ment el, piros autó. Menjünk utána. Mi legyen? Haló? Ahó? Menjétek. Azt hossza. Merre ment balra? Jobbra, jobbra, jobbra. Bent lesz egy sikártorba rohadt élet. Vagy elme... Jó van, inkább gyertek vissza. Az a baj, bazzak, bárhol mehetek. Ide csomagatjuk, fenn vagyok a rádióikban, gyertek vissza. Oké. Oké. Szerintem úgy a sikátorba ment be. Oda bizony szerintem. Mondom, gyertek vissza. Mindjárt itt vagyunk már, nyugi. Ja, jó. Kurva sanat. Azt hittem, hogy tovább mentetek hirtelen. Kurva sanat reagáló. Viszont most már számolhatunk arra, hogy ránk jönnek. Abszolút. Szerintem amúgy maradjunk motoron, mert ki a fasz tudja. Nem tudom, mi történik, de én ide fedezékbe jövök, biztos, ami biztos. Ezek lerassolnak minket, hülyét kapok. Fú, de jó érzésem volt, hogy menjünk oda ki és nézzünk körül, basszus. Rohadt anyjukat. Az a probléma, hogy az egész város unja, hogy a pirosak abból élnek, hogy a legszegényebb csúrú olajos civileket, akik szó szerint szopnak a pénzért, elveszik mindenüket. Szerintem, ki a faszt érdekelsz, nem hozzád pofázok még mindig, hanem a másik emberhez. Szóval, mi már a pirosakat egy párszor elkaptuk, és mondtuk nekik, hogy fogjanak vissza az arcból. Rabolják ki a bankokat, boltokat, az államtól raboljanak, ne a szerencsétlen most emberektől. Most velük beszél szerintem, gondolom. Tehát azt a pirosat fogjátok meg, basszátok be az egyik kocsimat. Ó, hát kiraboltatok már embereket a kukázóhelyiségnél, az utcán, az étteremnél, mindenhol raboltok embert, ahol találtok. Az egész város tud rólatok. Megálltunk egy boltnál. Kussoljál már el! Szóval, megálltunk egy boltnál, ott volt egy taxis, megkérdeztük, azt mondja, tudom ki, rendszám kell, mondom, az engem nem érdekel. Étteremnél megálltam, ott öt ember mondta, hogy tudjuk, kiről van szó, a főpubliknál láttuk őket, mindenki, aki meghalt titeket, hogy pirosat, akkor már azt mondja, hogy jaj. Basz fel a platóra. Mondja a platóra. Micsoda? Mondom, hogy civilek, sük, ennyire geci buta vagy? Mondom, hogy civilek, bementünk az étterembe, szerencsétlenek azt hitték, hogy el akarjuk rabolni, de mondtuk, hogy csak a pirosokat keressük. Jobb, hogyha elhúzunk, mert másokat is hívott rádióra. Biztos, hogy többen vannak. Oké, okay, megyünk valahova. Oké, okay, hova, merre? Még ott szerencsétlenkednek azzal. Nyilván nem jelentek meg, tehát valami olyasmit mondott, hogy 30-ra jöjjenek, vagy valami ilyesmi. Slogan up! Na jó. Visszamentetek saját rádióra? Igen. Ja, ide jöttetek, jó. Én itt vagyok. Oké, sajátra. Oké, oké. Meg kéne őket találni. Ki beszélt meg a rádióba? Kivel beszéltél? Az a baj, hogy talán attól tartunk, hogy másokkal is összefogtak,
akik többen vannak esetleg. Úgyhogy hát ez lenne így a necces, vagy a cink. Nagyon kéne figyelni, hogy hol vannak. Bárhol vannak-e. Hello. Csövi. Ciao. Egyedül vagy még most? Hova megyünk amúgy? Hova visszük ezt a hullát? Tessék, mondjad, itt vagyok. Mondom, egyedül vagy még? Nem, itt van papi, meg Rangó. Jó, fogjatok magatokhoz egy kocsit, és nem sokára küldök kordit nektek, jó? Beöltözök. Színbe legyetek, és legyen nálatok fegyvert, meg golyó legyen bőven azért. Na, közben én rádióban itt beszéltem nektek, hogy... Hát tudom, azért mondtam, hogy van valami nem jó. Igen, elmegyünk a motorosokhoz, és tárgyalunk velük. Jó. Motorosokkal? Igen. Egyiket, a megfontolásból? Az egyiket már ledurántottuk. De ők erről nem tudnak, és nem is fognak tudni. Hűha. Biztos, hogy szintbe kéne menni? Nyugodtan. Igen. Van plusz 3 emberünk. Fasza. Nem egészen értem. Fogom, több kiszed. Így papírod. Fokér. Jó, vigyük. Milyen lesz? Hát, jó van, beutatkozott. Itt megváljuk a többieket, vagy hova? Megyünk a motoros... De hát... Amúgy el akartam még húgyan is. Mondjad, hogy a Famágó öltöző melletti benzinkút. Én is tudom mondani. Gyertek a Favágó öltöző melletti benzinkúthoz, mert tankolnom kell, aztán ott találkozunk. Csőcső. Jöjjök oda egy pillanat. Ezt most bedobtuk a vízbe. Egy kocsival gyertek. Oké. Iratok nem kellenek, ugye most? Isten vagy. Tök mindig. Szóval megyünk a motorosokkal tárgyalni, de hogy mit? Hogyan? Miért? Fogalmam sincsen, srácok. Az a lényeg, ha piros látunk, elég csak egyszer lámba lőni, nem kell megölni, mint az előzőt. It's true. Hát nem mi lőttünk. Oh, baszki, 2 km/h, de elkaptuk a trafit. Hát remélem, hogy ki fogja bírni az üzemanyagom. Ó, itt vagyunk a Favágó telepnél. Vagy mi ez? Öltöző? Mi is szerintem tankolunk egyet. Hol tudunk? Mondjuk itt? Na? Ó, nagyon jó. Ti meg vagytok üzemanyagilag? Én igen. Igen. Nézzük meg a motorosokat. Ja, hogy innen megyünk a motorosokhoz, oké. Ti ismeritek őket egyébként? Civilbe találkoztam már velük. Tudom, ki a főnök. Oké. Nekünk meg az a gond, hogy ők tudják úgy azért, hogy mi kik vagyunk, szerintem. Hát nem nehéz őket találni. Tök mindegy. Szerintem egy hét múlva az összeset kinyírom a faszomba, szóval tök mindegy. Nekem nagyon elegem volt ebből. Motorosok azok jó fejek, amúgy. De amúgy most remélhetem, most mit akarunk a motorosoktól, amikor rajzaikkel kéne majd kezdeni. Szövetséget, hogy nagy legyen a létszám. Mert hallottad, hívott valami másik inast. De nem hallottuk, igen, már nem hallottam, rádióban beszéltek, kérdeztem egyébként. Kivel beszéltél, vagy mi volt ez? Valakit felhívtak rádióra. És mi legyen? Keressünk.
Hát heten vagyunk, ha jól számolom. Mi zöldek négyen vagyunk. Akkor jó. Ha nem, akkor többen vagyunk. Kocsiba kettőn ülnek nálunk. Akkor viszont 9-en. Mindegy, keresgélünk. Ahogy ismerhetjük őket, én azt gondolom valahol ők sikátorszerűségekben bujkálhatnak, vagy ilyesmi. Biztos nem népszerű helyeken vannak. Hú, valakinek nagyon rossz a hangja. Van egy piros pulóveres. Az nem az lesz. Ez egy fehér csóka. Jó napot! Ilyen piros ruhás kutyáltat, tudod, hogy ezt tudod? Cső! Figyeljetek, piros ruhás... Zöldek közül valaki ugye nagy gyorsan ide hozzám. Nem láttatok valam erre? Nem annyira, nem láttunk. Kivett egy kocsit a garázsból aztán. Itt az előbb kivettek egy motort. Igen? Egyedül volt. És merre ment? Azt viszont nem figyeltem már. Azt én sem. Senki nem látta? Nem, sajnos nem. Srácok, elővettek ki egy motort elvileg. Ja, az elővettek ki, csak nem tudja, hogy merre mentek. Nézzük meg a pukás helyet. Elvileg egy motor lett csak kivéve. Izgi, az már biztos. Kérdezzük meg azt a kukánzó embert ott. Jó. Uram, felállnak. Nem látok itt ilyen piros ruhás négereket? Fánkos felé, köszönjük. Jó, Fánkos felé. Fánkos felé ment egy piros autó, azt mondja. Az mi felé? Fánkos felé. Milyen fán... Hát gondolom, hogy ott van velük. De ez nem is fán. Lehet hazament volna a pultri telepre, vagy bement szerintem volna a zöldet. Szerintem igen. Itt a fánkos. Mondjuk el az a fánk, de... Nézzük meg a pultri telepüket. Jaha. Ajajajajajaj. Csak lehet már ott vannak többen ám. Vigyázzatok, lehet már többen összegyűltek. Ott van. Itt van egy. Rádiózott, fegyverezd le. Jó, le van, akkor visszük vissza a motort. Jó. Fedezékbe vonulja mindenki. Tartsuk le a házat minden irány. Basszus. Éljövök. Tartson már valaki rá a fegyvert. Tartom. Hú, srácok. Házból alsó szint tiszta. Autócsikorgás volt. Srácok, annyira ki ne menjünk. Cső. Sumi. Most várjál egy kicsit. Valaki jöjjön már erre hátrafele is, nézzünk már, mert itt egyedül vagyok. Nem kell, megvan a potenciális. Vigyük el, mehetünk tovább. Oké. Plusz egy emberért valahogy el tudunk menni? Nem. A ti kocsitok négy személyes itt előttem? Az igen.
Kövessetek engem. Dodge ramot. Vajjaj, srácok. Valaki gyorsan a rádiót, amit eldobott, azt vegyétek már fel, az még kell lesz nekünk. Fehér autó előtt van. Ott szemben a sikátorban volt valaki, mozgást láttam. Csekkoljuk le. Igen, gyorsan. Motorral, csak nézzétek meg. Megvan a rádió? Igen, nálam van. Jó, akkor menjünk mi is. Nem látok senkit, átmegyek rajta. Itt a ramtól balra ment. Ha jól láttam, lehet, hogy motorral van. Jó van, srácok, hát a követ úgyis észreveszik, induljunk el valamerre. Rio talált ki merre menni. Na, gyertek utánam. Kivisszik őt a dokkukhoz valahova. Ott nincs nagy senki. És akkor ezt végleg kivégeztük, ezt a pirosat most. Végleg. Hello, hello. Ciao, Bello. Ajaj. Csövi. És itt még nem fog megállni a vadászat, miután ezt befejezték. Ja, nem, már, persze. Ha belejöttünk, most már megyünk, szedjük össze az összeset, amit tudunk. Mindet kivégezzük. Új, srácok. A lesz ámolás. Mármint csak ezt az egyet végezzük, kivégezzük, a többit még nem. Itt nálunk a benzinkúton most fordult egy piros autó. Hát, mindegy. Na, azt kéne nekünk. Egy emberünk van, most azt intézik el. Hűha, hát köpni jelni nem tudok egyelőre. Ha kiszállítjátok a kocsiból, akkor szorosan fogjátok, nehogy leugorjon. Mert akkor utána megyünk. Meg van kötözve a keze, nem hátra. Nagyon úszni úgy nehéz. Szabó van. Itt cég, jobb oldal. Kinyitom a zsájtolat és kikötöm. Másik jobb. Ja, jó, jó. Na. Kis pajtás. Elmondom röviden, mi lesz. Először is, Anya, szerintem, hogy segítek levenni a maszkodat, sőt, inkább letépem a pofádról, meg ezt a sapkát így lebasszom a fejedről. De ez a sapka! Faszom a térre, figyelj már! Már se tudod, mi lesz? Hát mondjuk neked már úgyis mindegy. Tehát, elmondom, mi a helykó. Mi már kétszer elkaptunk pirosakat. Az egyiknek kitépünk a körnétőből. Azt küldöm dolgok. Oksan. Intézem. Intézem, jó? Szóval, az egyiknek levágtuk a filét, és kitéptük két körmétőből. Azt a kurva. Azért őt még egyet fejbe lőttünk, mert az balesetet szenvedett, nem akartunk vele foglalkozni. Igen. Utána van az a, meg az a motoros kalapos piros, aki Sánchez-zel járkál mindig ilyen. Rövid szőke haja van. Hát az egyik tükád. Vagy nem tudom milyen rangban vagy. Nem is ismerek ilyet. Jaj, na, ne tettesd már a hülyét. Mert herótot kapok tőled. Hát olyan geci hülyeset kapok tőled. Jogi, jogi. Na, akkor meg csináljél. Amiről? Jó, panikádról, bazd meg. Na, hallgassál. Őt elkaptuk. Kicsit eltört a lába, miközben felborítottuk a motorról, meg kilőttük a kerekét, még egy picit megrúgdostuk, ha érezve törődést. Utána elkaptuk még egy pirosat, akit bevittünk még a régi kecútokra, felrobbantottuk az autóitokat, neki is levágtuk a fülét, aztán egy pirosat átadtunk a rendőrségnek, hogy takarodjanak el, szóval átadták nekünk a pályát, és srácok, mindig, aki szeretne, az figyeljen, nem ilyen mindig valaki. Átadtuk az üzenetet, a pirosnak. Csak jobb lenne, hogyha ide jönne életben több. Hagytuk, megkönyörültük azt a koszos, büdös életeteket, bazd meg, hogy szálljatok le a civilekről, szálljatok le az emberekről, akik szó szerint szopnak, hogy összeszopják a pénzt a legolcsóbb autóra. Ti meg őket kiraboljátok. Elpofáztuk ezerszel, hogy raboljátok ki a bankot, a boltot, az államot raboljátok, ne a civileket.
és megelégelt. Sohasem találkoztam veletek. Te leszel az az ember, ja hát nem, most nem olyan ruhában vagyunk amúgy, full feketébe szoktunk lenni csavart kendővel a fejünkön, csak most váltottunk stílót. Na, és a lényeg az, hogy te, téged már nem csak kómába fogunk ejteni, hanem végleg meghalsz. Tehát neked itt végleg vége. Már nem leszel többet bládzos kutya. Nem kell, nem kell. De. A haverotok nem adták az üzenetet, vagy hát is adtak, akkor leszartátok. Hanyos frekvencián voltál, amikor beszéltetek? Én most jöttem ebben a pillanatban. Én értem, de ott rádióztál a kecolítoknál. Hanyos frekvencián voltál? Utoljára kérdezem meg. Fogalmam sincs, elfelejtettem. Na. Hanyos frekvencián voltál? Tényleg nem tudom, fogalmam sincs. Hanyos frekvencián voltál? 105-ösen. Jó, minden oké. Okay. Hoppácska. De valaki mégiscsak tudja. Ja. Na, akkor mondom, mi a helykó. Hát, felléptem rádióra és beszélek velük. Na, hello! Elkaptunk még egy piros kutyát, basszátok meg! Hál' Istennek őt már élve, mert volt annyi, mondjuk nem is volt nála fegyver, de nem erőszakoskodott. Adjatok magatokról jelet, aztán... Igazából a többi dolog nem is érdekel, csak hogy tudatom veletek, hogy mi lesz vele. Aleman, álljatok egy kicsit arrébb. Feküdj vissza a földre, faszapó. Minden oké. Jó. Na szóval. Mégsem a 105-ös? Hát lehet, nem. Kurva anyádat. Hanyas, utoljára kérdezem meg. Esküszöm, nem tudom, azt hittem, hogy a 105-ösen vannak, de azért szerintek komán nem. Ugye gyerek. Rádiót nem vettétek el tőlem, néztétek, hogy nagyon jó van. Kidobta. Kidobtam. Na, Szutyi van. Adjatok magatokról jelet, aztán mondom, hogy mi a helyko, mert nálunk van egy spanotok megint. Ne, gyerek, ne. Jaj, de most nincsen nagy szád az anyád picsáját. Hát, most nincsenek is faszok. Minden oké. Minden oké, jó. De nem minden oké. Mióta vagy a városba, öcskös? Pár napja. Nagyon jó. Jó, minden oké. Kebbeljetek meg, de egy lófasra fogok nektek mondani. Elkaptam egy faszopó haverotokat. Na, csak magamnak. Ja, geci. Én egy piros kutyát elkaptam. Na, ha mondom, hogy egy piros kutyát, akkor inas. Na figyelj, mondom, mi a helykó. Ugye, mi már megkínoztunk egy haverotokat, akinek levágtuk a fülét, meg kitéptük két körmét. Utána, aki mindig Sanchez-zel járkál, őt is elkaptuk, bár neki eltört a lába, picit megrugdostuk, de élve hagytuk, ugye a fülvágósat is. Utána elkaptunk egy harmadikat, akinek szintén levágtuk a másik fülét, mondjuk anyai neki körmét nem tépjük ki, akkor még a régi helyeteken láttatok, berobbantottuk az összes autókat. Mind a három alkalommal elpofáztam, hogy a civileket békén hagyjátok, az államot pedig raboljátok, annyiszor ahányszor csak tudjátok és akarjátok, mert meg kell őket kopasztani, mi is ezen vagyunk. Na viszont, mind a három alkalommal nem tartottátok magatokat a dolgokhoz. Ezért most elkaptuk egy haverotokat, akit véglegesen belelőnk a tengerbe, és ő már nem lesz többé pirosinas. Csak mondom. Nem jöttetek, ezt megelőzhettek volna egyébként, hogyha oda jöttek tárgyalni, ti csak ti pirosak, és nem nyaltok másnak, hogy menjen segíteni nektek. Hogyha csak ti oda jöttetek volna tárgyalni, akkor ez az egész nem történt volna meg. De hát, beszoptátok a harci faszt. Én leléptem rádióról, a spanokokat pedig kivégezzük. Puci. Ne, kérem ne. Szárok a szádba hagyjál, mert nem vagyok a tesód. Kérem ne. Hát azt tudom, hogy faszlopó vagy. Na, szóval. Röviden annyi. Jó, okés. Röviden annyi, hogy a haverotokat végleg bele fogjuk lőni a tengerbe, és nem lesz többet pirosinás. Leszarom. Aj. Csumi. Na, Csumi. Hagyjálak engem ki a gecibe. Mennyire nem hagyunk ki. Figyelj már, őt már úgyis végleg megöljük. Vedd már le a zombi a maszkodat, hogy mi a helykó. Nem szar. Nem még. Na, őt is megöljük. Ki ez a cigány? Igen. Figyelj már, vedd már le a kis ujját. Kicsoda.
Nem, hát akkor a hülye haverja, itt teljesen mindegy. Mondjuk ő még nekem ismerős videós, szóval... Aztán vegyen revanzsotó. Ne, kérem, kérem ne. Tedd ki a kezed. Minden oké, kérem. Ne fossál már, most miért fosol? Amikor a civilektől elveszíték az 5 dollárt, akkor nem fosol? Persze, hogy nem. Nem csináltam semmit, esküszöm. Jó van, már én szaladom is izé. Át. Megmutatom már, hogy ki vagyok. Szervusz, a Bacalao tulajdonos, a jó napot kívánok. Kutya geci. A fasz. Bizony, a faszom van. Hát, igen, igen. Nem jó ember. Mögötted meg a másik. Ja igen, ő meg a másik tulajdonos. Hát, fasz, kurva. Kicsit vérszemangom. Ja. Az a baj, meg. Hogy őt ma kirabolták, szóval Istenem, te nagyon jó. Beszoptátok a harci fasz. Legalább a körmedet néha megmoshatnád. Jó van ez ugyan. Most már mindegy, az biztos. Minden oké, kérem legyen hozzá, akkor inkább bejönnek meg a picsába. Nyugi, nyugi, csak megnézzük. Ne. Kérem, hát, tényleg ne. Ne aggódjál, semmi gond. Hány civilt raboltál ki nagyjából? Én nem sokat. Tényleg nem. Én csak abban az utcában éltem és... belekeveredtem ezekbe a dolgokba, de... Hány civilt raboltál ki? Egyet, kettőt, legmaximumabb. És milyen érzés volt? Most mondjam azt, hogy... jó. Vagy mit vártok, bassza meg, mit vártok, ez egy jó érzés volt, ami... Hát szerintem nincs annyi ujjad, amennyi embert te kiraboltál. De mondjuk... De, abszolút. Dehogy nem, de szerintem ezzel a kezeddel vetted ki a pénzt tőlük, úgyhogy... Ne, kérem, ne kell az utóbbi. Nem lesz már, figyelj már, ha belelődünk téged a tengerbe, akkor te már többet nem kezdsz el, csak mondom. Jó, oké. Szóval igazából még egy kicsit szóra teszem felett, hogy... Ne, kérem, mert tényleg ne. Mondjuk én azért visszajöttem, azt tudom, nehogy valaki ide találjon. Hoppácska. Kurva életbe. Miért kell ez, bazd meg? Nem csináltam lófasz se. Hát én meg aztán veletek nem csináltam semmit, aztán ti jöttetek oda az egész hülye bandátokkal. De most miért én szobok ezért, bazd meg? Hát mert közé tartozol. Hogyha a haverjaid nem állnak le, akkor majd nem sokára megint egy bloodzost küldünk végleg a halálba, szóval... akár naponta halló, halló. Az úgy tök fia. Ne. Csau. Csőcső. Na mizó? Csumi. Szeretnél még valamit csinálni vele, Santiago? Éppen kivégzésen vagyunk. Az igen, az milyen kivégzése? Ja, hát én nem akarok. Hát egy koszos piros. Éljetek meg a gecibe most. Éj, azt hol? Nem akarok tovább szerepetni számokra parancs. Nagyon fájdalmas. Csináld inkább. Igen, és azt csináltam otthon. Nem tudom a számodat, nem tudok kordi küldeni. Hát ne küldjön majd kordi. Azt fogod enni. Hanni bál a csávó. Jó, mondjuk azért ilyen mélyen mi se vagyunk. Nem, kell. Ti rosszabbak vagytok. Ti nőket is kiraboltok. Ne. Nőket állj már le. Figyelj, mert nem bírod befogni a... kukat a fádat! Basszapú. Srácok, ez már nagyon kiállt. Ne, előj bele többet, mert... majd Santiago viszi bele az utolsót. Amit már... hát ja. Az már tényleg az utolsó lesz. Haló. Hali. Öljetek meg most már tényleg. Valaki húzza már. Nem akarok itt lenni. Tedje le a körmeit, dobja be a vízbe. Ne.
a kezéről az összes. Kérem, csak belecsúsztatok a zsebedbe $3. Érezd úgy, hogy kiraboltál most. Úgy is egyes kutasát majd adni van. Jól van, jól van. Húzza föl. A kecire szőjjenek, hogy cég. Na, parancsolj. Valaki. A keci. Mondom, hogy az ember akkor... Haló, haló? Jöjjetek meg inkább. Kussolj már el! Elindultam amúgy. Na, én igazából én nem csinálok vele többet, tehát már a pályát, ilyen? Én megmondtam, hogy valaki csináljon vele azt, amit mondtam. Milyen reakció. Nem értem. És kezdek még jobban felbaszva rá. Nem a zöldekre gondolok, hanem ő. Nem milyen reakció, srácok! Itt jövök. Hát várom, hogy... Van nád egy kés? Hát... Ez az annyi. Átadok egyet. Nem kell késre, csak fel kell feszíteni. Mindegy mivel. Kézzel jobban fájdalmas neki. Itt jövök, meg fog. Ne. Fogd már be a pofádat! Sráp, szítek oda a sebességjáról lebonás. Ne, hagyd abba, jó geci, jöjjetek meg. Még jobban erősebben szorítom. Így áll bele ebbe. Minek? Csak így áll bele. Mi ez? Whisky. Whisky. Így áll bele. Komolyan? Komolyan? Itt tartom neked, így áll. Na. Jó, annyi elég lesz. Radékot ráöntöm a... Ráöntöm a vádlidra. Jobbra. Majd az üveget széttöröm itt a földön. Majd beleállítom a bal lábadba. Én megfogom a két vállat, és elkezdlek húzni magam előtt. Ne lőd bele még a vízbe majd. Lőd, ne lőjük. De kiállítanak, jó. Fú, basszus, már nem is látom. Forgatott kést. Itt van mellettem, ez megkérdem, hogy menjen arrébb. Adios. Menjetek arrébb. Úgyis jó. Na, bazd meg. A legjobb pillanatra keltem fel. Lég, meg. Ez közel volt. Majdnem meg. Jó. Ez van, ha valaki felidegesít. Megyünk még vadászgatni egy kicsit, ha már egy összegyűjtünk. Amúgy egyet vadásztunk, azt életbe kéne hagyni, és elmondani neki, hogy mi lesz a helyikó. Jó, ja. Annyi, hogy akkor én kocsit cserélek, mert nem erre voltam felkészülve. Hanyas rádión vagyunk? 187? Yes. Igen. Figyelj, mert azt nem hagyod itt a izét, Luke Ryder-t. Ez kemény volt, srácok. Visszaszom garázsba. Jó. Kijött az Impalával? Én vagyok. Szuper, akkor vegyél már majd föl, mert az Impalát leteszem. Hú, jó, mert te is abban vagy? Találkozzunk nálad az zöldek. Oksa. Mit kapott az jó kis Impala? Akkor hazamegyünk, azt elteszem otthon. Hát ez kemény volt. Jó, első kínzásod volt, igaz? Második, ha úgy nézzük, már az egyiket egyszer megkínoztuk. De nem öltük meg. Várjál, hol vannak a többiek amúgy? Most mindenki elmondva. Szerintem már kimentetek a másik oldalt, vagy mi? Elindultunk a zöldekhez. Na, hát megyünk a zöldekhez, elméleti szinten összeszedünk még valakit. Hát, srácok, ez most már tudjátok, látjátok, hogy ez annyira kijárt. Aha! Na ne, most meg ők vannak itt. Mi a szar? Hát, ha azt érnek a bláadzások. Srácok, most már a zöldek vannak itt. Igen. Aha. Megcipőzték a pirosakat és elmentek innen, kiűzték őket. Baszki, engem ide hoztak. De látod, még mindig ilyen paszfejek, hogy itt nagy szájoskodnak, úgyhogy már innen is el lettek űzve. Nem bírnak magukkal amúgy. Na, akinek motort cserekel, az pattanjon hazafele. Haladász, megyek. Itt van mellettem, állsz. Bármi van, egyből szóljál. Jó, rendben. Sietek. Mit?
mi történt amúgy most tulajdonképpen? Az oké, hogy kinyírtuk, hál' Istennek. Mert ott a fertőzés. Na hál' Istennek. Nekem elegem lett, ma bejöttek az étterembe, aztán meg kifogyott a nafta. Kiraboltak néhány embert, meg engem is. De az éttermen belül? Aztán kicsit, hát hogy is mondjam, felbasztom magam, azt mondtam, hogy akkor ma este egy embert megölünk, hogyha nekik ez nem jó, és ugyanúgy fogják folytatni ezt a tartatatlan magatartást, akkor a végén az összeset, egy két héten belül az összeset kinyírom. Saját hát, kezdőleg. Ráadásul úgy, hogy már ugye kettőt, sőt, hármat elkaptunk, mindent életbe hagytunk, hogy átadja az üzenetet. Egyszer mondjuk. Már se fülük, se újjuk, bazd meg, mi kell még ezeknek a csöveseknek? Kettőnek nincs füle, meg a másik fületlennek két fölmét kitértük. A másiknak meg a harmadikat, meg az törött lábban megrugdostuk a földön, és még ez sem elég nekik, vágod? Hát ez a kész vicc amúgy, amit művelni. Hát, az. Na de, egész jó kigazoltunk mi. Tetszik az új hely? Vagyis hát új. Nekünk régi, de... Hát nekem rossz emlékeim vannak innen. Fokkal jobb, mint a másik. Minimálisan zártabb egyébként. Hát, amúgy szerintem meg pont nem. Mert ha rafináltok, tudod onnan hátulról izé... Ja, hát mint amikor mi bejöttünk ide, igen. Hát igen. Hát figyelj, egyébként, hogyha felfedezitek ezt a helyet, úgyhogy pontosan tudjátok, hogy melyik háznál hova, honnan lehet menni, akkor itt óriási előnyetek van az előzőhöz képest, mert itt aztán lehet csiki-csukizni amúgy. Igen, az ott azért nyitott volt. Jó, mondjuk ott is megvolt az okosság, hogy teljesen a tetőre föl lehetett menni. Ugye ott is tudtunk azért területet vizslatni, de igen, ez azért nagyobb labirintus, ha kiismerjük teljesen. Lehetek meg, ránk jöttek fegyverre. Okay. Jó indulás. Kik vannak ott a benzinkúton? Rambó meg én, Ász meg én. Hol? Utca végül. Róvas benzinkút. Oké. Most basztáltok el, tesókák, most basztáltok el, de kurvára. Ez milyen jó Isten. Beszélek velük. Most még annyian eljárt, akkor egymáshoz. Én vagyok a főnök. Na jó napot. Na akkor szemasz. Csak annyit kérek, hogy gyűjjetek össze egy helyre, hogy ne legyetek szanszét. Na figyelj csak, elmondom mi a helyzet. Az egész sztorit elmondom. Tehát kezdtem megelégelni azt, hogy a pirosak állandóan szerencsétlen... Ne rádiózzanak hátul, mondjad neki, mert lelőjük. Rádiózzatok, létszik. Senki nem rádiózik. És itt beszélgetek. Kurva anyád! Gyere ide! Gyere vissza! Gyertek ide, srácok! De mi a faszért bujkál? Ebbe a kurva városba! Gyertek ide, nem kell bujkálni, gyertek ide! Na. Mind a ketten! Jó, igaz! Na! Nyugodjunk le! Elmondom, mi a helyekó, tehát... Picit lemaradtam, de jövök! Rádiócsend, köszönöm! Na! Geci, rádiózott, lelövöm a faszom! De azért rádiózott, megkérdeztem, mi a helyzet, nyugodj már! Leszarom, jöjjön ide! Majom fejével. Na, kezdtük megelégelni, hogy ezek az inas kutyák, mert csak úgy hívjuk őket, titeket, hát mondjuk, várjál. Hát téged, hát a ruhád alapján így vágom ki vagy, de név szerint nem. Tehát a lényeg az, hogy kezdtük megelégelni, hogy a pirosak szerencsétlen civileket, nem azt, hogy elrabolják, túsznak, mert mi is csinálunk olyat, mi is szoktunk rabolni, de mi nem szerencsétlen civileket, akik szó szerint szopnak a pénzért, hogy egy csöves autót tudjon venni, mert hát, ahogy látom ti ferkával, meg azért mi is azért van pénzünk, meg mit tudom én, de ez így nem oké, tehát nem a civileket kéne basztogatni. Elraboltunk egy pirost. Túl nagy volt a szája, az a baj úgy, hogy négyen fegyvert fogtunk rá, tehát ő azt magának provokálta ki, levágtuk a fülét, megkitéptük két körmét. Életbe hagytuk, csak megkínoztuk egy kicsit, életbe hagytuk, hogy adját az üzenetet a piroságnak, hogy ne a civileket, hanem az államot kell megkoposztani, ahogy mi is csináljuk. Vagy egyedül, mi magunk, vagy a zöldekkel együtt. De az államot kopasztjuk meg. Nem. Folytatták. És oda szövetségesek. Elkaptunk egyet, az motoros volt. Neki Csorinak eltölt a lába, mert kilőttük a motornak a kerekét, megrugdostuk a földön, vagyis én, és ugyanezt az üzenetet átadtam neki.
folytatták. Elkaptunk még egy pirosat, akkor ők még itt voltak mögöttünk. Neki is lemágtam a fülét, felrobbantottuk az autókat, meg egyet átadtunk a rendőrségnek, mert hát itt voltak, bele akartak szólni a levesbe, csak akkor mentek el, és hát mindegy, odaadtunk neki egy pirosat. Szintén ugyanezt az üzenetet adtam ott át. Ott egy motoros. Neki. Mi vagyunk motorra? Ott egy motoros. Nem mi vagyunk. Még nem értem oda. Hát de piros, akkor mi vagyunk. Ja. Bocsánat. Na, akkor ne beszéljünk félre. Ó, nem tudtam, hát hogy ki az. Hívd már ide. Sajnos nem merünk. Szevasz. Igen. Ez teljesen jó dolog, hogy... Várjál, már még nem fejeztem be, hagyjon jönöm is ide. Most értem ide. Nyugodj. Gyere ide, gyere ide, nyugodtan. Gyere ide. Gyere előre. Na. Nem piros. Velünk van. Ide mögénk gyere már a motoroddal. Emlékszem, ja, mondjuk nem emlékszem, mert nem ilyen ruhában voltam. Emlékszem, amikor a kocka part olyan ott voltál törött lábbal és megrugdostalak? Az én voltam, hello. Ja, ja, te. Emlékszem a kalapodra. De hiány. Ja. Hol jön az antesó? Hogyne. Na mindegy, hát a lényeg az, hogy... felépültem. Na, szuper, ennek örülök. Na, tehát ő is ugye így tanul, hogy ugye elmondtam neki, hogy nem a civileket kell basszogatni. Folytatták. Hát, sajnos, vagy nem sajnos, most elkaptunk egy pirosat, mert ugye nem értettek a szóval. Megelégeltük. Ma is, hát ugye kerestük a civileket, kérdezgettük, hogy merre vannak a pirosak. Mindegyik mondta, hogy ma kiraboltak itt, meg ott is voltak főpublikán, na mindegy, mi keresgéltünk. És megelégeltük azt, hogy az étteremnél kirabolják az embereket, a kukázós helyen kirabolják az embereket, konkrétan bárhol van csóró civil ember, kirabolják. Megelégeltünk, és most egyet végleg kivégeztünk. Ez egy üzenet, hogy ebből elég, álljunk le a civilek szopat, ne telefonozzál. Ez egy üzenet, hogy kivégeztük a pirosat, hogy álljunk le a civilek szopatásával. Raboljanak nemzetit, a faszom tudja, de, vagy ha nem is nemzetit, boltot, bankot, ékszert, csak ne szerencsétlen civilt. Max vegye el tőle a rádió, telefont, azt mi is elszoktuk, mert néha nekünk is hiányzik, de pénzt és ételt nem veszünk el tőlük. Azért attól, hogy gettóban élnek, meg nem olyan intelligensek, mint mondjuk mi vagy te, vagy te kalapos, egy kicsit intelligensebbnek tűntök. Azt hittem van bennük annyi gerinc, hogy ennyit nem csinál, vagy ennyit megcsinálnak, hogy náluk adják a kaját, meg azt a kis pénzüket. Még ezekben az öldekben is van annyi, pedig ők is a gettóban élnek, és nem baszogatják a civileket. Sokkal intelligensebbek, mint a pirosak. Nem véletlen vagyunk velük. És a pirosak most ezt maguknak provokálták ki, hogy az egyik emberüket kivégeztük. Tehát ez sajnos ezzel jár. Ez teljesen rendben van ez a dolog, hogy ti itt toljátok, hogy a civileket béke adjátok. Mi is így szoktuk, ez nagyon rendben van, velük el fogunk beszélgetni. Igazából nekünk szükségünk van rájuk, bizonyos kapcsolatok miatt, nekik meg ránk. Majd beszélünk erről, hogy a civileket igenis hagyjuk békén, mert senkinek nem jó, hogyha megy a 20 dolláros keresetével, aztán még azt is elvesszük tőle. Hát ez az. Háromszor kellett elrabolni pirost, kétszer fület vágni, meg egyszer körmet tépni, és még így sem értették meg, bazeg. Hát többet nem tudok csinálni, csak kivégezni őket egyesével. És hogyha nem állnak le, akkor minden nap egy pirosat ki fogunk végezni. Azért mondom, hogy beszélgessetek, ahogy mondtad, beszélgessetek el velük. Tanuljanak valami modort, ha már az anyjuk nem küld beléjük valamit, vagy én mit tudom én. Legyetek ti az anyjuk apjuk. Na, tedd el szépen. Mert kicsit többen vagyunk. Rakd el. Közben a vízipisztolyán nem hiszem, hogy csak a térünk. Hát na ez az. Tárgyalunk. Nem lövöldözni jöttünk. Nem lövöldözni jöttünk, nem férfürdőt akarunk. Mi először is beszélgetni akartunk, nem véletlen írtuk ki a hamis dolgokat. Hát én meg, ja hát azt amúgy megmondom, az őszintét nem is figyeltem, mert ugye a kivégzés volt. De amikor először a 224-esen beszéltünk, azt hiszem a 224-es volt. Igen. Akkor nem is tudom, hogy... Én tényleg csak akkor tárgyalni akartam a pirosakkal. De kiprovokálták a további kivégzést, aztán még inaskodtak. És hát hívtak teket. Vagy téged, vagy nem tudom. Ja. Jó, nézitek. Hát most nézd már rájuk, figyelj. És őszintén, vannak itt öten. Kivégeztetek még egy embert. Vannak négyen. Ha jól számolok. Á, többen szoktak lenni, én már eleget látom őket. Nem ennyien vannak.
azt pontos számot nem tudok mondani, de, de többen. Tehát azért így kicsit túlerőbe vagytok. Így van. Akárhogy hát is nézzük, maguk, többen maguknak, is vannak. Maguknak provokálták ki. Figyelj, először mi úgy kezdtük, hogy egába legyünk. Tehát volt 2-3 piros, mi maximum 4-en mentünk. Nagyon-nagyon maximum 4-en ment rájuk. Hát folytatták, hát akkor jó van, vessünk be nagyobb erőt, mutassuk meg mekkora faszunk van, de ez sem elég, tehát nem tudom, hogy ilyen geci buta, vagy mi a faszom van. Meg amúgy szerintem teljesen mindegy, hogy túlerő, nem túlerő, amikor egy civilt elkapnak, az is túlerő részükről, tehát most szerintem erről beszélni, hogy túlerő, nem túlerő. Mindegy. Erről majd még elbeszélgetünk velük is, amennyiben megértik ők is, hogy ezt így nem szabad, akkor viszont mondom, ti se fogtok a nyakukra akkor járni. Akkor onnantól kezdve mi leveszük a kezünket. Figyelj, én megígérem, én nem ismerlek titeket, gondolom ti két külön szervezet vagytok. Nem is érdekel, ami kurvára lesz, amely kik vagytok. Én nem rátok akarok mászni, én csak akkor mászok a pirosakra, hogyha tovább szopatják így módon a civileket. Tehát, mert mondjuk, tegyük fel, ha kukázásnál a markolatot vagy a tárat elveszi a civiltől, teljesen érthető. Azt én is megtenném, mert kell. Kellene nekem is. De a pénzt azt ne, meg a kaját. Az a minimum, hogy ezt meghagyjuk nekik. Így van, ez teljesen rendben van így. Ha nem változtatnak, akkor levesszük róluk a kezünket, de jó. Amennyiben változtatnak, akkor nem kéne a nyakukra járni. Hát a változtatom nem fogunk a nyakukra járni. És ezt én nem mondom. Abban biztosak lehettek, hogyha változás lesz, akkor semmi probléma nem lesz közöttünk. Mind a ketten meg leszünk egymás mellett. Ez így nagyon jó maximum lesz. Maximum szerintem akkor annyi összetűzésünk lenne, hogy akkor ki melyik bankot szeretné rabolni. Azért vagyunk itt, hogy öldököljünk, mi a kúra pénz miatt vagyunk itt. Hát meg hogyha mondjuk egyikünk a másik levesébe beleköp, akkor azt majd egyszer le kell rendezni. Nyilván nem a végtelenségig, hogy most mondok egy példát, mondjuk legyetek tík alaposak, nem tudom kik vagytok. Mondjuk az egyik bizniszetekbe beleköpünk, utána ti jöttök lerendezni, mi nyilván nem fogunk visszamenni, tehát nem egy végtelen körforgás legyen, semmi ilyesmi, csak na, nyilván értetek, mit akarok mondani. Ez van is így. Persze, ez így hozzáálltak a dolgokon. Jajaja, oké. Na, akkor azért a zöld kocsiért elmennek a zöldek, aztán ti meg arra, mi oda-vissza, az kész. Igen. Aztán, hogyha nem változtatnak, azt látni fogjátok ti is. Jó, nem leszünk persze, itt mellettük. Ha változtatnak, akkor mindenki békésen megy tovább bankokat rabolni. Jó, így legyen. Akkor megegyeztünk. Mennyire nem lesz így. Aha. Akkor a viszontlátásra. Viszontlátásra. Na csumi. Fú, ez meg. Mennyire nem lesz ez így, srácok? És azzal az autóval szerintetek? Azzal az autóval szerintetek tovább tudnak menni? Kellemetlen. Ezek azért akartok beszélgetni, mert látták, hogy sokan vagyunk hozzájuk képes. Úgyhogy ez három igen, különböző szerint. Igen, sajnálom, hogy így alakultunk, hogy őszintén szóval. Ja, amikor odaértünk, akkor még azt mondták, hogy hú, de kurvára beszoptátok ezt most. Szóval hát, érdekes, szopták be a brét. Azt én mondtam. Hát. Ja, meg én is azt hittem valamelyik. Én is ugyanezt mondtam nekik. Ez kellemetlen, hogy három különböző részt kellett összeszedniük ellenünk. Hát. Látod, mind a három különböző ruhával van. Ez akkor a amatőrök egyébként, ezek között, ezek a csapatok ezért, mondtam, hogy jobbnak valamelyik most szétcsapni közöttük. Valaki jön. Csida az egyik kocsi. Ezt láttuk a izén is. Igen, ez volt ott a pirosoknál. Jó. Na van, igazából a lényeg az egyébként, hogy ha továbbra is hepparikodnak, akkor elkapjuk őket. Nyilván, hogyha valamelyik olyan emberünk boltját rabolja, ugye itt a név szerint Oscar meg Daniel, akkor arra rárepülünk, tehát az nem hagyjuk, hogy ezt kirabolják. Ti is, hogyha látjátok, hogy Danielnek, hogy Oscarnek a boltját rabolják, nyugodtan vegyetek oda, lőjétek le őket, vegyétek el a pénzt, ezt a tiétek. Most megint Danielnek a boltját piszkálták? Hát... azt hiszem rabolták ma egyszer. Azt a kurva. Hát nem tanulnak, bazd meg. Ha jövőben lesz ilyen, akkor nyugodtan menjetek oda ti is.
Meg ma a Bakelónál is fosztogattak azok a nyomodaikok. Hát azért, igen. Azért. Santiago volt ott az egyik, aki... Az, azért kaptam vérszemet. Pengén. Azért volt ez az egész mai dolog. Ja. Felbasztam magam, hogy elvették egy fegyveremet, stb. Ez akkor let's go. De azért van pofájuk. Van. Most szerintem vissza fognak venni mindenképpen. Ha meg nem, akkor meg hát tudják mi a sors. Szerintem ez most is elég érthető volt itt a beszélgetésem. De nem elég, hogy itt is szanaszét robbangattuk az összes autójukat, fellocsoltuk már az egészet benzinnel. A fülük, az ujjuk, a faszon tudja, ilyen darabokban vannak az emberek, és még mindig vergődnek, bazd meg. Egyszerűen hihetetlen. És ugyanúgy. Tehát ugyanúgy csinálják, és nem minél megy ebből tanulnak egyébként. Lehet 3 napig. Igen, aztán utána újra folytatják. Mindig ezt csinálják. Hát akkor újra megvan. Hát ezeknek az idiótáknak nem kell 3 nap. Nem tudnak gondolkozni, az a baj. Szóval teljesen agy nélkül vannak. Na jól van, amúgy nem maradjunk sokáig, menjünk mi is szerintem. Visszafelé én még szeretnék egy beszédet majd, ha hazaértünk, majd ott. Jó. Ennyi. Részemről. Jó volt, szép volt. Kell mostani hát ruhát, mert véres lett. Amit elterveztünk, szóval... Igazából... Sőt, még sok is lett, mert amúgy erre nagyon nem számítottam. Amúgy azon gondolkodtam, hogy lefegyverezni őket, de kíváncsi voltam, hogy mit mondanak. Igen, az lett volna az igazi. Most nagyon próbáltam, hogy tőle. Vannak szövetségeseik. Ezért akarom a motoros... Én ilyen motorosokkal beszélni akarok. Mert ők kurva sokan vannak. És hogyha ilyen a helyzet, akkor akár azt a 3 szervezetet egyben, hogyha még ők is max létszámban vannak, simán elkapjuk. Mikor, hogyha... Vagy 30-on. Hát... Fusz, mit menne? Ugye, ők nagyon sokan vannak, azt tudom. Pontosan nem tudom, hogy tehát szám szerint nem tudom, de sokan. Hát én 14-ig tudtam számolni, ugyanis itt egyszer találkoztunk velük. Úgyhogy az, hogyha nem hullottak, meg vagy nem lépett ki tőlük valaki, akkor az még mindig a körül van. Úgyhogy ja, kibaszott sokan vannak. Jó, mondjuk 4-el többen, mint csak mi alapból zöldek, de még ti is mellettünk vagytok, úgyhogy így igazából oly soknak csak így hirtelen tűnt, amikor itt megálltak tankolgatni, meg mit tudom én, akkor is talán a pirosakhoz jöttünk. Úgyhogy ja, vannak nagy létszámmal. Hát mindegy, az a lényeg, hogy egyet sikerült kinyírni. Én hát ennek nem most nagyon örülök. Egy nyomorúttal kevesebb. Úgy. Pedig szerintem az egyik legértelmesebbet kaptuk el pont. Hát most ő... Nem ment át a szitán, így járt. Az a kalapos, hogyha nem lőtt volna ránk a kecújuknál, az lett volna a legjobb amúgy. Ja, mert ahogy észrevettem, az olyan nagyobb ember amúgy. Nem, ő vezette a dolgokat, ahogy kiraboltak az étteremnél. Engem is a többi embert is. Hogy azért is kaptam ekkora nagy agyfaszt, mert ott volt egy szegény kis csávú. Szóval gyűjtögette a kis pénzét, mondja, hogy már 2 hét alatt összegyűjtett 1200 dollárt, hogy örül a farkának. Szóval volna éppen horgászcuccokat venni, hogy akkor elkezdi nagy bizniszbe csinálni az egészet. Aztán erre meg ellopták az összeset. Tudod ki az amúgy? Szívesen visszaadom. Nem tudom ki az, de az a baj, akkor nekem sem volt ott helyben, meg úgy alapból a pénzem. Én is vissza akartam neki adni. Hát az étteremben vehettél volna ki. Most adhattál volna neki egy 2000-et, meg egy kis horgász cuccot. Á, nem olyan, nem át voltam papírhozó, aztán. Ja. Na mindegy. Hát felkeresem. Nem azon múlik. Jó van. Hát ha találkozol vele. Ja. Na jól van. Én megindulok, nem tudom, ti eztek-e. Ja, menjünk haza, aztán akkor mondd el, amit az. Köszönöm a segítséges srácok. Kösz is srácok. Ne vicceljetek. Szép napot. Sziasztok. Na, srácok, megyünk vissza, mert még szeretne valamit mondani nekünk. Santiago. Basszus, ezekkel a nevekkel bajban vagyok. Az rendőr. Egy rendőr. Rendőr az utcába. Mennünk kéne, srácok, már abból bajhoz. Jó, hát ide adja a cuccot, ezt tiplizünk. Megölöm a rendőrséget is úgy, hogy van egy petelében, nem érdekel. Szóval, megyünk vissza, mert hogy ott még lesz valami beszéd, vagy mi a jó isten.
Úgyhogy azt még meglátjuk. Hát érdekes helyzet ez most így, srácok. Nagyon érdekes, nagyon kíváncsi leszek a pirosakra, hogy így mi lesz. Hogy így ránk jönnek-e, például a csontoskárba, vagy hasonló. Szerintem igen, de majd ezt meglátjuk. De ahogy ez lesz, akkor még egy embert ki fogunk végezni. Csak így lehet csinálni, sehogy máshogy. Na, akkor gyorsan átöltözünk, vagy akkor megvárjuk ezt a beszédet, vagy mit. Ajaj. Vincent, te se kezd. Kalestom? El. Ja, megbotlottam szerintem. Azt mondja, hogy átveszik. Na, akkor majd várok mindenkit fentre egy kis megbeszélésre. Vincent, átadnám a fegyvert, bedobod majd, hogyha... Várj, nehogy, ne. Oké. Na most adhatod. Parancsolj. Amúgy, bankot menjünk, vagy most ne? Hát én mondom. Hát... Úgy mehetünk. Én benne vagyok. Hogyha a többiek nem akarnak a zöldek. Lehet rájuk kéne hagyni. Figyelj, már van, hol vagy? Megkérdezem, hogy... Gyere már egy picit. Várjál meg. Egy kis gond megint. Megkérdezem, ó, Istenem. Kezdődik. Na, haló! Na, haló. Izi, bankot fogtok menni? Ma nem hiszem. Vagy nem tudom, én nem mennék bele, mert nincsen megszervezve. Nem kell arra nagy szervezés. Kell egy izi, egy akciópanásnak, kell egy túlsztárgyaló, kell egy ember, aki nyitja a szívet, meg kettő, aki pakol. Az ennyi. Megtúszok. Ja. Az a baj, hogy sok mindenki 9-ig van. Ja? Ó. Majd bepótoljuk. Valaki a személyimet meg a izét majd oda tudja adni? Ha, adom. Hát akkor majd máskor megyünk. Hát jó. Na, közben mondjad Santiago, amit akarsz. Na, hát a kicsit kellemetlen pillanatot volt részem nekem a kivégzés közben. Elmondtam szerintem, hogy négyszer egy dolgot egymás után senki se csinálta. És lényegében annyi, hogy ugye tudjátok, na, hogy... Na, hát elvileg ő tudja a szabályt, úgyhogy a vonalig fölmegyünk, a vonal után nem jöhet be. És kicsit a háttérben mozgolódni. Ez egy kicsit kellett, nem volt, hogy a szavamra senki se reagált, semmit. Igen, és elnézést is kérek ezért, én is. És te vagy a Sicario, hogyha olyan van, hogy valakit meg kell kínozni, vagy meg kell ölni, és nem adjuk ki másnak a parancsot, akkor azt neked kell. Az én automatikusan én értem. Hát, hogyha... Igen, én azért nem is reagáltam rá, tehát ugye most az erémény hát utáltak a legnagyobb, én úgy gondoltam, hogy az újabb srácoknak kéne ezt megtennie, főleg a Sicario. Hát hogyha azt mondjuk, hogy vágd le az ujját, akkor automatikusan a Sicario megy. Ha több Sicario van, akkor személy szerint megmondjuk, hogy melyik Sicario. Ha nem Sicario-nak kell menni, akkor meg szólunk, hogy mondjuk Tobi, vagy Rachel, vagy Oscar, tehát. Értem. Tényleg Tobinak egy nevet válaszunk már egyébként, mert a tegnap itt már felfedtem az a helyember, vagy mi volt. Ó, tényleg, legyen mondjuk, olyan van, hogy Boston. Nincs. Akkor én azt szeretném. Ez ugrott be hirtelen. Szóval amúgy semmi probléma nem volt ebből, egy kis kellemetlenség, ennyit akartam mondani, és... Jó, nagyon te figyelek tetszett, most már. Tetszett a mai, nagyon jó volt. Amilyen kicsit visszafogják magukat a pirosok, valószínűleg szerintem vissza is fogják, ha nem, akkor ugye megvan a dolog, akkor végigmegyünk rajtuk. Nem érdekel az a másik két banda, vagy mik voltak azok, nem tudom. Én tudom ki volt, az egyik. Őket nem a kalapos, hanem a másik, azok a bőrszerkósok, azok igen, már elrabolták még annó Hozét, meg Alejandrót. Meg engem. Ja, meg téged is, meg Daniel. Aztán engem is, igen. Tehát ők, én tudom kik, Jim Shelby-ék. Ők lennék a Jim Shelby-ék. Amúgy az ők mondott még az a régi jakuzás. Nem, az a jakuzának a régi társai, szövetségesei. Jim azt Shelby. Mondom, de még az a kopasz gyakuzás mondta kint a ja, igen. És én akkor el is mentem Hanékhoz, megkérdeztem, és mondta, hogy igen, ő egy másik szervezetnek a vezetője, és hogy az a szövetségesük. Igen, hát ez benne is van itt valva az aktákba hátul. Igen. Hát... Azt hiszem, le is jegyeztem, hogy meg kiegészítettem, hogy megerősítette. Jó, akkor majd megnézem, hogy milyen ruhákban vannak, azt is odaírom.
Őszintén szóval egy kicsit azért is voltam csalódott, hogy elkezdtünk velük beszélgetni, mert én megláttam őket, egyből felismertem, hogy ezek ugyanazok voltak, akivel Danielt is el, meg hozzáit is annak idén elrabolták. Most a terv az volt, hogy a pirosok, majd legközelebb ők. Ha csak mondjuk egyszerre meg tudtuk volna oldani mindent, két legyet egy csapásra, érted? Az a baj, megmondom az őszintét, hogy én ezt elfelejtettem, mert ha tudom, akkor megkérdezem, hogy ott van-e Jim Shelby, ha ott van, akkor félrehívom és beszélek vele, de... kisönt a fejembe. Jó, rendben, de ha még egyszer elrabolnak, az biztos, hogy én személyesen fogom kipadezni akkor őket. Azt mondja Nick, hogy szóltak a zsaruk, hogy a pirosok készülnek valamire. Most. Ajaj. Na, akkor fejlődnek. Na, lehet tanultak a leckéből és mennek egy bankra, nem? Elmegyek a étterembe, látni azt, azt mondja Nick, hogy lehet, hogy őket akarják betámadni. Most, hát, hogy elmentünk igen, onnan. Hát. Tényleg van pofájuk, átbassza minket, így amikor most beszélgetünk hát, de amúgy, hogyha betámadják őket. Akkor onnantól vége van, a pirosakra ráülünk végleg. Akkor holnap kezdik az öldöklés, mert van nekem már igen. Nincs kedvem. Akkor holnaptól akár látunk egy pirosot, és van minimum két emberünk, tök mindegy, hogy ki az, megfogják, elviszik, megkínozzák, kinyírják be a tengerbe. Tök mindegy, hova. Hogyha betámadják a zöldeket. Ugye történik valami nagyobb dolog, akkor Mondjuk minimum Vincent legyen ott. Igen. Igen, majd próbálok figyelni a srácok. Mert kell vezető is azért biztos, ami biztos alapon. Úgymond vezetői rangban azt hiszem nem lehetséges, úgy tudom. De hát igen, Daniel-le nem megyünk rá egyedül kettőn. Ne, nekem még nagyon sokat kell tanulni. Jól van. És hát ennyi is volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szerintem sikerrel jártunk. Lehet, hogy lesz ennek még jövője ennek a dolognak. Meglátjuk. Találkozunk vasárnap, hello, szevasztok, holnap pedig Forma 1 videó. Nagyon izgalmas lesz a futam Leóval. Na csá! Figyelj, itt van a vége, videó vége, nyomj el egy lájkot, thumbs up. Itt van a Soundfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább menjél, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagadd most már, valljad be, hogy ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Jövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te báró, lehetsz te László, csávó, fekete pátó, ey!